akkor én KGST piacon vettem egy kamerát, egy ilyen felhúzós kis Super 8-as. Kornéllal találkoztunk a Egri főiskolán, volt hozzá egy film, és összejöttünk, elkezdtünk beszélgetni, és azóta is együtt dolgozunk. Az elmúlt két filmünk, tehát az Ítélő lelkek nagy része, és amit most fejezünk be éppen a Melegvizek országa, mind a kettő forgatókönyv nélkül készül. Ez nyilván azt jelenti, hogy nem túl magas a költségvetés, viszont enged egy elég szabad gondolkodást, és azt is megengedi a film készülésének, hogy önmagából építkezzen. Az összes filmünkben azt hiszem, arra már így rájöttünk az idők során, hogy van egy olyan szándékunk, az asszociatív gondolkodásnak a fejlesztésével van egyfajta gyógyhatása a filmeknek, tehát próbálunk vizuális gyógymódot kínálni a nézőknek. Az új játékfilmünknek az utómunkálataihoz érkezünk. Itt az inspiráció, vagy az fő inspirációs csapás, az a növényekkel és a növények általi kommunikációval szeretnénk volna foglalkozni. A gyermekeknek eltűnik az árnyékuk. A buli kutyákat alufóliába csomagolják. Örülök, hogy most négy hozzánk köthető játékfilm lemegy ezen a hétvégén. Szevasztok! És hát ugye kb. Ez egy ilyen retrospektív vetítéssorozat. Mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy nézze meg a távmoziba a filmjeinket.